Na. PS5 kamera. Története. Röviden és tömören. Mi a véleményem? De most figyeljetek, ezen beszartok. Én legalábbis beszartam, tehát főleg a mai technikával, figyeljétek. Nem rosszból mondom, tehát hogy hol van az Apple termék. Bocs. Én kívánok elnézést. És még csak véletlenül se tudjad szétszedni. Na jó, kezdjük az elején. Ugye amikor csatornát megcsináltuk, akkor rendeltem meg. De ugye szükségét éreztem ennek a dolognak, mármint hogy az egyszerűségét éreztem a dolognak. Hát egyáltalán nem jött össze, mert első körben megrendelést követően, hát ugye vártam, mert hát jött az első stream a csatornára. Aznap érkezik a kamera, ültem tűkön, ültem a WC-n, majd megjött a szállító. Méretben majdnem azonos dobozza. Átveszem a csomagot, kibontom. És van benne valami MP3-as, vagy valami szar autóba való, nem tudom micsoda. Egyébként... ja, nem mondom, hogy honnan rendeltem, mert fölösleges, még nem akarom reklámozni. Bár pozitív dolog a részükről az, hogy megrendelést követően rögtön reagáltak. Nehézkes volt egy kicsit a kommunikáció, de a cserét azt teljesen rugalmasan, pipuf, intézték. De térjünk akkor a lényegre. Mire jó a PS5 kamera? Arra, hogy földugd a seggedbe. Az első dolog az az, hogy nagyon kicsi a felbontás, és megvilágítani is nehéz jól, bár hozzáteszem, a TJ-nek sikerült, mert egy tök jó hátteret dobott össze, meg mit tudom én. Nem is ezzel van a baj, hanem a kamerát ugye rá tudod dugni a PS5-re ugyan, de onnantól már nem igazán rugalmas a dolog. Tehát, hogyha azzal streamelsz, akkor streamelj azzal. Akkor az egy jó dolog lesz. Hogyha csak simán a PS-eddel akarsz streamelni, mint hogy a TJ csinálja otthon, muszáj, mert ugye a stúdióban nehéz lenne még ide hozzánk bejárkálgatni, meg mit tudom én, főleg neki, az ő belvárosból. De nem a legjobb dolog streamelése szerintem ez a kamera, abszolút. Megpróbáltuk bonyolítani egy kicsit a dolgot azzal, hogy PC-t is bevonunk a dologba, vagy pedig ugye, hogy minőséget tartsuk, hát mit gondolnál te, majd szemtelenkedsz és felveszed. Nem streamelsz, hanem felveszed. Ugye nyilván ez egy streamer kamera elméletileg, vagyis hát nem tudom, hogy annak írják-e, de azért veszed meg, mert ugye streamelni szeretnél. Oké, de van egy szarneted, és akkor engedd már meg, hogy fölvegyem, ha már megvettem a rákos gépedet 4K-ba. De hát azon nem lesz ott a pofád. Mert felvételnél nem engedi a kamerát. Miért? Úgyhogy kurva gyorsan dobjatok ki egy frissítést. Mert nagyon ideges leszek, Sony. És átmegyek az Xboxhoz. Amire rá tudunk dugni a leghitványabb, legmadaras közértbe megvett webkamerát. Tegyük már meg. Hogyha én ezt megveszem 20 000 forintért. 20 telibe vert forintért, és nem tudok minőséget adni a nézőknek. Mert miért is? Takarodj innen, ne szemtelenkedj! Jó? Tehát ezt felejtsétek el, hogy felveszitek. Úgyhogy én minőség terén dobtam a kamerát. Vagyis hát átadtam TJ-nek, és igazából ennyien szempontból jó, hogy megvettük. Mert ő ugye otthon tolja legfőképpen nektek az anyagot, a föl, és rögtön, és én utána közbelépek. Nyilván még mindig azt szeretnék, hogy ő is minőséget toljon, de ő a PC-t ő nagyon mellékesnek gondolja, és igaza is van, mert van egy jó méreg drága konzol, amivel ő játszik, de nem engedi a minőséget.
Van egy jó interneted, aha. Honnan tudod, hogy stabil-e, vagy nem stabil? Onnantól kezdve buktad a dolgot. Tehát, hogy nem enged... Engedd már felvenni. De tényleg. Ez így tényleg egy szar. Már csak azért is, mert egy streamről beszélünk, és ha nincsen, és nincsen a konzolban olyan hálókártya, ami képes lenne arra, hogy tényleg neked egy 4K-s minőséget, vagy egy full HD-ba tolja fölfele. Nyilván 1080p-be tolod, de az is szétfog, hogyha olyan frame-en nyomod föl, szét fog esni. Nem tudsz mit csinálni, de nem engedi felvenni, amit majd utólag majd én feltöltök a PC-n. Oké. Ha streamelni szeretnétek, és a minőség nem számít, akkor igen, akkor jó. Már ezt nem úgy értem, hogy a TJ nem minőséget tolna föl, mert szerintem egész jó, de csak azért, mert nagyon jó háttere van, mert ugye ő amúgy is gyűjti az ilyen figurákat, meg minden. Engem is belekavart ebbe az egészbe, de nem sikerült sokáig. Már mindig vennék, csak hát viszont baromi jók. Na, neki van egy tök jó háttere, és tök jó megoldotta. Ami szerintem tök jó. De mint láttatok az első streameknél, mikor ezt használtuk, akkor azért megittuk a levét rendesen. És nem egy olcsó kameráról beszélünk, és ráadásul nem minőség. És azért ez egy márka. Nem egy... Nem mondom ki, milyen márka. Már nem ez, hogy nem ez egy Sony, hanem az, amit megveszem a boltba. Úgyhogy ezt felejtsd el. Aztán, hogy megvetted, és utána mit csinálsz vele, azért mondom, dugd fel seggedbe. Tehát, hogyha PC-re átállsz, és próbálod a minőséget tartani, és olyan kinti kártyát veszel, vagy akár a gépbe megveszed, ott is, akkor olyan kamerát vegyél, ami tuti biztos. Én most próbálok átállni DSLR-re, vagy SLR-re, ez attól függ, hogy mi van éppen az arcomban, csak annak meg az elhelyezése gáz, ez majd a stúdióba beköltözünk, akkor nyilván jobb lesz, meg akkor már a TJ is majd sokszor bejár ide, meg bejárunk ide, hogy tudjunk nyomni kanapéjátékot. De ez a kamera, ha értékelnem kéne, akkor egy négyes. Egy négyes, mert tényleg nem biztos, hogy a legjobb. Kell hozzá egy jó füles, és kell hozzá egy rohadt jó internet. Ha nincs internetet, felejtsd el. Mert azért, mert nem veheted fel. Ha felvehetnéd, és nekem a szar is az internet, és utólag feltöltöd, akkor lenne minőség, így nulla. Úgyhogy ennyit akartam csak elmondani így értékelésben a kameráról. Ha nem tetszett ez a dolog, amiről most beszéltem, sok mindent nem mondtam. Csak azt, hogy egy rakás szar, nem! Tehát az a lényeg, hogy mondom, aki így kezdőbe tolja, vagy akár vegyétek meg, mi is megvettük, mi is toljuk vele. Mondom, én azt mondom, hogy mindig pozitív, hogy tehát a TJ-nek az anyaga nem szar. Nyilván netfüggő. És ami nem biztos. Tehát mi van, hogyha Katika néni, ő a negyediken lakik, és Katika néni a harmadikon nyakon rúgja a macskát, azt meg leszakítja a kábelt, és akkor elmegy a net. És nem egy élőről beszélünk, hanem csak éppen feltolja a játékot nektek. Mert ugye nem tudjuk úgy megoldani a dolgot, hogy stúdiózunk. Kuka. De ha felhevehetné, akkor nem lenne kuka, mert akkor el tudjuk tenni az anyagot, így nem tudunk tárolni, úgyhogy csak tárogatni tudunk. Az vegye meg a kamerát, aki akarja. Jó? Ha tetszett ez a dolog, ez az értékelés, akkor értékeljétek. Ha nem, akkor szóljatok hozzá, és mondjatok már valami okosságot róla, amit én nem tudok. Mert lehet, hogy én vagyok hülye hozzá, sőt biztos lehet, hogy nem, de valamit írjatok már róla. Valakinek valami pozitív véleménye ezzel a kamerával kapcsolatban, mert az, hogy ha zöld hátteret akarsz használni, és az a lyukasztás, amit ez a kamera művel, és tudom, hogy a fény kell hozzá, de... Felejtős. Úgyhogy erről ennyit, egy követés, egy like, az a minimum. Mert ha nem, akkor én így bemegyek a kamera mögé, megtalállak, és mérges leszek. Szevasztok gyerekek, vigyázzatok magatokra, találkozunk jövő héten, talán, de ez nem biztos, ez mondom a like-tól függ. Most megyek a kamera mögé és megkereslek. Na, szevasztok!